Sziasztok! Itt vagyunk a Dining egy év étterme díjátadó gálán, ahol a legjobb hazai séfeket és éttermeket díjazták. Mi pedig körbejártunk, és megkóstoltuk, hogy mivel készültek a séfek, és azt is elárulták, hogy miben rejlik a sikerük titka. Hoztunk egy dödöllét, ami már elfogyott. Ez ugye egy klasszik, tipikőrségi étel, amit medvehagyma salátával tálaltunk, illetve nálunk most már nagyon jó idő van, és voltunk az erdőben gyűjtögetni vacsnidlinget, illetve találtunk medvehagymát, került mellé egy kis szalafői tejfel és mágfai mangalica. Hoztunk szarvastatát, illetve most fogjuk készíteni a túrógömbit, ami tök magolajjal fehér csokival lesz, illetve reggel szedtünk hozzá sípoló virágot. Nincs itt már semmi az asztalon, de kétféle ételrel készültünk, hisz nem csak a borgonya, a textúra is díjazott lett ezen az estén, és tök szuper dolog szerintem. A borgonya esetében egy ilyen nagyon klasszikus ételrel érkeztünk, a túros tésztával, de az a klasszikus, a minden magyar által ismert, amikor van rajta a sós pörc is, plusz a cukor, csapos desszert formájában hoztuk el. A textúra kapcsán pedig egy ilyen káposzta, lila káposzta játékot hoztunk, egy ilyen kis varázslatot, amiben borjuláb, egy kis marhafej, marhapofa, pisztácia, egy kis méz, kakukkfű és káposzta különböző textúrában, ilyen kis majonézes alappal, tormával, házi majonézzel, illetve kis tápióka, amit a lila káposzta levével színeztünk meg, ezáltal ilyen lila színű tápióka ropogós kaptunk, illetve fermentált káposztával. Csak ennyi. Magyarország lélegzettel állító adottságokkal rendelkezik, ugyanúgy gasztronómia és bor szempontjából is. Az egri boroknak egy különlegessége, hogy nagyon izgalmas és vibráló savakkal rendelkezik, ezáltal a gasztronómiában is szerintem nagyon jól lehet párosítani őket különböző ételekhez, fogásokhoz, és nem kell a sablonokban gondolkozni, akár elég extrém párosításokat is lehet összehozni. Kedvenc alapanyagod, és miért? Nincs olyan, hogy kedvenc alapanyag. Viszonylag sokat járok ki a Lehel piacra, a Lehel piac van a legközelebb, meg azt szeretem a legjobban, és aminek szezonja van, és akkor az emberben van egy olyan furcsa érzés akkor, hogy hú, ez mindjárt elmúlik, és mindjárt vége, akkor bevenem az emberbe, hogy akkor azokat mindenképp használni kell, mert nem sokáig tudjuk. Szerinted mi a sikeretek titka? Hát, hogy szívből csináljuk, és nagyon szeretjük. Azt, hogy miben van a mi sikerünk, talán az, hogy ízében gazdag konyhát viszünk, és ezt lehet, hogy értékelik, vagy szeretik a vendégek, és örülünk neki. Az étel nyitása óta ott vagyok, itt a Lizsizsán Miklós ételemvezetővel együtt. Miklóssal való baráti kapcsolatunk, azt szerintem én úgy érzem, hogy kivetül a pályák, a két pályára, és a csapatra való kapcsolatra is, úgyhogy szerintem ez nagyban befolyásolja a sikereket. Mitől vagytok fenntarthatóbbak, mint a többi étterem? Teljesen mások a lehetőségeink, mint egy fővárosi étteremnek. Igazából semmi különlegeset nem csinálunk. Az, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, komposztálunk, gazdálkodunk, vagy éppen eljárunk az erdőbe és a mezőre gyűjtögetni, az nekünk evidens dolog.